múltkor kiégett a villanykörte, és kimentem a kamrába, hogy megkeressem a szokásos helyén a pótégőt. Átrendezte a feleségem a kamrát, és azon a helyen, ahol eddig az égők voltak, most csak egy üveg uborkát találtam. Azon gondolkodtam, vajon az uborkát felhasználhatnám-e villanykörte helyett? Próbáljuk meg! Itt egy uborka közül, fogjuk be ebbe a fogóba. Hogy világítson, rá kell adnunk az áramot, én ehhez két szöget használok. Két szöget beleszóljuk az uborkába. Majd ezt a kísérletet azért azt javaslom, senki ne végezze el otthon, pláne ne ilyen lengő vezetékekkel, de nézzük meg, mi történik, ha ráadjuk az áramot. Ehhez egy picit besötétítünk. Mint láthatjuk, az uborka tökéletesen alkalmas villanykörtének. Persze azért ne próbáljuk ki ezt. Magyarázata a sárga fénynek, vagy ami itt megjelent, az az, hogy ez az uborka nátrium-kloridban, vagyis egyszerű asztali sóban volt áztatva, és a sóionok a belsejében az áramra rákötött áram hatására gerjesztődni kezdtek, és a nátriumionok sárga színű jellegzetes fényét sugározták ki. Ugyanezt a jellegzetes sárga fényt láthatjuk a nátrium lámpákban, amelyik a legtöbb közterületen világít.